Nyíregyházán a Zrínyi Gimnázium Tiszavasvári úti csarnokában rendezték meg a 4. Nyírsportkupa nemzetközi birkózó versenyt. A viadalon az ovicsoktól kezdve a felnőttekkel bezárólag minden korosztály képviseltette magát. A házigazda egyesület elnöke elmondta, 3 év alatt eljutottak addig, hogy már 4 szőnyegre van szükségük a mérkőzések zöggenőmentes megrendezéséhez. A viadal ebben az évben új nevet kapott. Az első alkalommal még egy kis teremben 150 fővel tudtuk megszervezni a versenyünket. Ma már eljutottunk odáig, hogy több mint 250 résztvevő van. 5 országból, Olaszország, Románia, Ukrajna, Szlovákia, tehát a környező magyar lakta területekről. Úgyhogy 4 szőnyegen kellett most már egy nagyobb teremben megrendeznünk, tehát egyre nagyobb lesz. És azért is különleges most ez a verseny, mert régi példaképemet, aki miatt én is elkezdtem a birkózást, dr. Hegedűs Csaba, akit az újságírók neveztek el a várnai, vagy a szofiai világbajnokság után mutatott teljesítményéért, ugyanis minden mérkőzését tussal nyerte meg, és megkapta így a Mr. Tus becenevet, és megtisztelte azzal, hogy engedélyezte, hogy ezt a Mr. Tus nevet használhassuk, és a továbbiakban már a Mr. Tus kupa lesz a nyílsportkupa. A versenyen ott volt a névadó Hegedűs Csaba is. A müncheni olimpiai bajnok szerint a fiatalok számára fontos, hogy sportoljanak, a sporták számára pedig az, hogy minél többen válasszák a birkózást. Azt látom, hogy ebben az urbanizált technikai csodákkal elpuhult világban a szülők, hiszen ebben a korban, 6-8 éves korban a szülők orientáltsága jelenik meg a termekben, hogy megszeretik a birkózást. Gyerekek szívesen járnak, ebben a ingerszegény világban nagyon jó, hogy az ösztönös bellük évezredek óta kifejlődött ösztönös mozgást tudják csinálni, és én azt látom, hogy jövője van ennek a sportágnak, nagyon komoly személyiségformáló ereje van. A Mr. Tus kupán a csapatversenyt a budapesti ESMTK nyerte, megelőzve a Beregszász és az Eger együttesét. A megyebeli versenyzők közül a rendező nyírsportese és a bökönydélyese birkózói 2-2 aranyat szereztek, míg a balkányiaknak 1 aranyérem jutott.